8 óra után járunk 12 perccel, ez az élesztő, nem a Suki Koktél. Viszont a hármas mikrofonnál üdvözlöm Sukert Józsefet. Szia Suki! Szép napot, sziasztok! Na, ugyebár nagyon-nagyon jeles alkalomból gyűltünk így ma össze, ugyanis ne, hány napja múlt, hogy 13 éves lett ez a bizonyos esemény? Kettő, ugye, sőt, mi több hányadika van ma? Ma elsője van. 13 évvel ezelőtt, augusztus 30-án és 31-én volt az ominózus eset, de még mielőtt ebbe belevágunk, el kell, hogy mondjam, hogy tipikusan az az eset, amikor a hóhírt akasztják. Ugye én a másik oldalon szoktam ülni legtöbbször, amikor adásba kerülök, és hát ez egy teljesen más érzés itt ülni vendégként. Illetve hát úgy, hogy az ember kiszolgáltatott a kérdezőnek, mert vannak kérdezők, ugye? Illés persze, is. Persze, így van, így van, így van, mi vagyunk a kérdezők, illetve várjuk a, egyébként a hallgatóknak az írását is a 0629-11001-es SMS számra. Mielőtt még belevágnánk ebbe a nagy kérdezősdíjbe, gyorsan még a játékot dobjuk fel. Ugyancsak kérdezünk a játék igen, kérdésünket. Igen, össze-vissza kérdezünk mi mostanában. Túl sok kérdés, túl... Nem, persze nem. Tehát ugye a mai reggelen, abból az apropóból, hogy Sukert József ma reggel a vendégünk, aki nem kevesebb, mint 13 évvel ezelőtt felállította, illetve hát megdöntötte az akkori egyéni műsorvezetés rekordját. Hát a kérdésünk ma reggel az 5000 forint értékű vásárlási utalványért az Árkád Pécs bevásárlóközpont jóvoltából az, hogy hány órán keresztül vezetett műsort Sukert József 13 éve, amikor megdöntötte az egyéni műsorvezetés rekordját? Az A válasz lehetőség szerint 24 órán keresztül, a B válasz lehetőség szerint 42 órán keresztül. A helyes válasz betűjelét a 0620 9411001-es SMS számra várjuk, 9 óra előtt nem sokkal pedig kisorsoljuk majd a helyes válasz beküldői közül így az 5000 forint értékű vásárlási utalvány nyertesét. Teljesen meg vagyok hatva, hogy 5000 forintot érek. Mindig az volt a vágyam, álmom, hogy egyszer keresztre rejtvény megfejtésként az valami velem kapcsolatos dolog történjen. Hát ha nem is keresztrejtvény, de itt egy azért játék kapcsán, ez se rossz. És még egyszer, 5000 forint az nagyon nagy pénz, ribabőrös is lettem tőle. És egyébként te tudod a helyes megfejtést? Nem tudom, majd a végére talán kiderül. Teljes káoszban vagyok, zavarban vagyok, hogy hol is kezdjük el. Talán arról kéne először is beszélgetnünk, hogy ugye volt egy időszak, amikor évről évre a Fortuna Rádió rócsókat szervezett, hol négyet, hol ötöt, a vételkörzetben több helyre kitelepültünk komplett műsorokkal, és ennek sok célja volt, egy az, hogy a rádiósok arcát is megismerjék a hallgatók, ugye, mert a hangunkat mindenki, aki Fortuna Rádiót hallgat, ismerte, de az, hogy kihez lehet ezt a hangot csatolni, az ilyenkor egy-egy ilyen rócsó alkalmával derült ki, és óriási bulik volt, rengeteg fellépővel. Volt olyan, aki például a rócsónkon lett ismert, hogy úgy mondjam, akkor kezdett bemutatkozni, hogy csak a Lolát mondom például, de ez volt a lényeg, hogy lement akkor is a nyár, sok rócsóval, ha jól emlékszem, abban az évben 4 rócsónk volt, és akkor kitaláltuk, hogy legyen valami nyárbúcsúztató rendezvény. Ez a 2003-as év, ugye? Igen. Ez egy nagyon híres, nevezetes év, akkor ünnepeltem abban az évben az 50. születésnapomat, és ezzel is szerettem volna bizonyítani, hogy öreg ember nem vén ember, hát gyerünk, csapjunk bele. No, egyszerűen mint száz, a hétvégére szombat-vasárnapra egy nosztalgia maratont szerveztem, és nekiálltam a szervezésnek. Gondoltam, hogy ezt úgy lehet jól megcsinálni, hogy szól a zene, közben felhívok XYZ előadókat, és akkor beszélgetünk is, közben meg a hallgatók kívánságára is játszok zenéket, de a lényeg az volt, hogy ez a szervezés, ez olyannyira sikeredett a két napra, hogy elkezdtem nézegetni, hogy mennyi idő is az, amikor a legtöbbet volt élőadásban egy műsorvezető. Ugye volt már akkor nyilvántartás a rekordokban, néztem, először volt ilyen, hogy 28, meg 32, és amikor összeállt a műsor sok-sok szereplővel, kiderült, hogy ez egy hosszabb műsor is lehet. Akkor fölhívtam én a rekordok nyilvántartását, akkor még a Hungar Hotelsnél jegyezték ezeket a rekordokat, és ugyanaz a Sevestyén István, aki most az offsitos rekordot Szexádon a hétvégén hitelesítette, ő elmondta a feltételeket, hogy hogyan is lehet ilyen rekordot megvalósítani. Többek között ugye állandó felügyelet kell, az azt jelentett, hogy 4 óránként két ember folyamatosan váltva egymást ellenőrizte, hogy tényleg úgy történik-e
minden. Nem lehetett kimenni, 4 óránként csak 8 perc szünet volt. Akkor azt ellenőrizték, ugye akkor is már szívtam a cigit, hogy óránként csak egyszer lehet kimenni. Orvosi igazolás kellett ahhoz, hogy ezt a rekordot elkezdessük. Tehát egy szó mint 100, nagyon hivatalos volt a dolog. Mi ezt lejelentettük annak idején hivatalosan, hogy akkor legyen 42 óra. Az éppen meghaladta az aktuális rekordot, meg éppen annyit éreztem, hogy lehet akkor még egy kicsit pihenni mondjuk vasárnapról hétfő reggelig a 6 órába, hogy hétfő reggel ugye el lehessen újra kezdeni a munkát és a híreket csinálni. Egy szó mint 100, összeállt ez a dolog, és akkor elkezdtük szombaton hajnalban a rekord kísérletet, ami arról szólt, hogy ugye én ültem a keverőpultnál, én kezeltem az SMS vonalat, én kezeltem a telefont, a technikát, behoztam akkor még CD-kről ment a nosztalgia zene nagy része, behoztam egy doboznyi CD-t, és elkezdtem zenélgetni. Viszont a hallgatókat már akkor is figyelmeztettük, hogy ez egy hosszú távú valami lesz, találjanak ki olyan dolgokat, hogy el ne aludjon a műsorvezető, ugye, mert igen, ennek a veszélye igen. is fönnállt hosszú időszak alatt, benne volt egy kemény éjszaka, és hát jöttek az SMS-ek folyamatában, emlékszem, volt ilyen 11 órakor kis gyerek írt, hogy Csuki, ne aludjál, fönn vagyok. és hát ilyenek tartottak, és akkor persze csatoltunk hozzá különböző programokat, például a Suki Cocktail versenyt, ami azt jelentette, hogy minden kedves hallgató, aki részt kívánt ebben venni, elkészített egy koktélt, úgymond Suki Cocktailt, és ezeket az adás vége felé zsűriztük, de hát beszálltak éttermek azzal, hogy legyen mit enni, beszálltak vendéglátóegységek abba, hogy például éjfélkor 4 diszkóba szólalt meg ugyanaz a zene, ami a Fortuna Rádióban éjfélkor egy ilyen diszkómix ment, a Pepita diszkó, talán ez az egyedüli, ami él még közülük, remélem nem reklám, de ott volt a Bongo, akkor onnan ezekről a helyszínekről, a Discovery, akkor mi volt még? A Pepita diszkó, Discovery, Bongo, tehát ezekről a helyszínekről élő bejelentkezéssel az ottaniak közreműködésével is zajlott, és éjjel volt egy 18 éven felül szóló adás, és egy kicsit hogy mondjam, szabadabb szájjal beszélgettünk különböző történetekről. Nagyon-nagyon hogy mondjam, sokrétű volt a dolog, de olyannyira érdekes volt, hogy a körzet akkori országgyűlési képviselője, a Tóth Feri, felajánlott egy 25.000 forintos külön díjat, hogyha megcsinálom a rekordot. Itt volt ő is benne egy órán keresztül vendégként, beszélgettünk, zenét hallgattuk. Itt volt az akkori polgármester Hajdú János úr, ő is hozta a saját kedvenc zenéit, és hát rengeteg telefonos interjú volt, hogy ki ne hagyjam, elmondok egy pár nevet, hogy kik voltak azok, akik megszólaltak élőben, úgymond a telefonon keresztül ebben a műsorban. A Neotomból Csepregi Éva, akkor volt egy ilyen aktuális lemez, hogy olasz lágereket adott ki magyarul Bakacsi Béla. Ti nem is emlékeztek ezekre a nevekre. De itt volt a Fonográfból Tolcsvai László, Szűcs Judit, a Neotonsból Pásztor Patrícia, az Apostol Együttesből Meződi József, aztán Kovács Kati, Aracki László, Szikora Róbert, Kovács Erzsi, minden idők legnagyobb táncdalénekes, magyar táncdalon énekes nője. És hát velünk volt akkor még Pásztor László is, ugye a Neoton frontembere, ő például éppen teniszezés közben reggel 7 órakor nyilatkozott, de Komár Lászlóval, Solymos Antallal harangozó Teréza és Karda Beával is készültek telefonos interjúk, és a szomorú az, hogy ugye az elmúlt 13 év alatt, tehát sokakkal már nem tudok most, vagy nem így tudnék van. Most így interjút készíteni. Szóval nagyon összetett műsor volt, és nagyon nagy segítségemre volt az akkori stáb, hiszen hozták folyamatosan a frissítőt, masszíroztak, itt voltak, közreműködtek, segítettek mindenben, hogy ez a rekord valóra válhasson. Emlékszem rá, másnap reggel, tehát ez szombaton kezdtük, vasárnap hajnalban, hát 6 óra környékén egy borzasztó holdpont volt. Aha. Akkor éppen a Volner Palival beszélgettünk, aki tagja volt akkor az Illés Klubnak, a Metro Klubnak, és ezekről a régi történetekről sztorizgattunk, beszélgettünk, és ha nincs velem, akkor én föladtam volna. Azt képzeljétek el, hogy egy olyan ilyen bőrszékbe ültem, mint most te, Csaba, és a bőrszék alján állt az izzadság. Jézusom! Annyira remegett kezem, lábam, volt egy nagyon kedves erőműves betelefonáló is, és akkor diszkréten szólt, hogy hagyjam én ezt már abban, nem megy ez nekem, mi a francnak erőködött. De kedves volt tőle. Igen, aranyos volt, vannak ilyenek is, akik tudnak szorítani az emberi szívvel, lélekkel,
és hát a Volner Parit dumált, és egyszer csak átestem a holdponton, onnantól kezdve akár még 42 órát is simán le tudtam volna görgetni, de egy óriási élmény volt közben, a kollégák kinn a rádió mellett, akkor még fönt volt az akkori Alpári Gyula, most Wigner Jenő utcában a stúdió, és ott mellette a parkban kitelepülve, főzőcskésztek, fogadták a vendégeket. Marha jó volt, mert benültem a stúdióba, és az a stúdió még olyan volt, hogy két részre volt osztva, volt egy hírolvasó stúdió, mert élőben mentek még a hírek, és volt a másik, a műsorvezető stúdió. És a hírolvasó stúdióba ültek az ellenőrök, meg olyan volt, hogy jött a zarándoklat, jöttek az emberek megnézni, hogy ez a marha mit csinál. Tisztára úgy éreztem magam, mint az állatkertben, csak nem volt rácsét, hogy rám csodálkoztak, hogy ez a hülye mit csinál. Meg te nem dobáltad meg a kakáddal a nézőket. Az az egész, de banánt se dobáltak be nekem. Egyébként emlékszem rá, hogy én akkor még diákként dolgoztam a rádióba, és... ugye ott beültünk mindig veled beszélgetni, ugye bizonyos időközönként a rádió minden egyes műsorvezetője dolgozója. Akkor is volt már ilyen körszakállad? Hát akkoriban még csak a kezdeménye volt. Szerint meg, én azt tudom elképzelni, hogy így jött világra. Kölöktól volt. Igen, és azt hiszem, talán nem akarok hülyeséget mondani, de mint hogy a Kőhegyi Ottó barátommal, aki szintén ott dolgozott akkoriban, ültünk be hozzád és beszélgettünk, nem is tudom, egy órát, vagy valahogy így. Tehát nekünk ez hatalmas nagy élmény volt, mert ugye nagyon nagy média visszhangja volt ennek a dolognak 2003-ban. Óriási volt, valóban. Már a felvezetése jó volt, ugye a helyi médiumok azok azonnal lecsaptak rá. És az országos média is. És aztán híre ment, igen. Olyannyira, hogy a műsor alatt ott volt a TV2-nek a híradó stábja, ott volt az RTL Klubtól a Fókusz stábja, és hát ennek volt komoly sajtó utóélete is, a Blicktől kezdve volt egy Jakubcsek show, amikor a rekorderekkel beszélgettek, egyikőjük voltam én is, és hát nagyon érdekes volt mellettem olyan rekorder, akinek a világon a legtöbb rendszámtáblája van kiakaszva. Azóta is keresi őt a rendőrség. Igen. Volt olyan, aki a puszta 8-ast, akkor ugye nagy szám volt a puszta 5-ös, egy 5 lovat szőrén állva meglovagoló puszta 8-as lovagot, de ott volt a Benke Laci bácsi is, akkor nem tudom, ő nagyon sok Guinness rekordot tart, akkor éppen azt hiszem valami káposztával készült ételből főztek egy edénybe 1000 fölötti adagot, de a lényeg, hogy óriási show volt, és soha nem felejtem el, hogy a Jakubcsek showban ugye hívják be a vendégeket, és az ember azt gondolná, hogy ez úgy történik, hogy behívnak, elbeszélgetnek, hogy képbe legyen a műsorvezető, és akkor utána be adásba. Hát ez elmaradt, ugye Jakubcsek volt már akkor a sztár, akkor is, hogy neki nem kellett, simán lazán vette a dolgokat, mondták, hogy innen kell ide bevonulni, aztán a többit majd bízunk a műsorvezetőre. Kislányom a Gréta volt ott a Paksról még, mert ő akkor már Pesten tanult nézőként, na és akkor behívnak oda, és úgy konferálta föl, hogy is most jöjjön egy fiatal ember, aki 42 órán keresztül rekordot döntött Pakson a Fortuna rádióban, és erre beállítottam én ősz hajjal, érted? Remegő kézzel, lába, nem. Azért annyira nem, de annyira még nem volt ősz a haja, találtam egyébként rólad fotót, amit ki is linkeltünk a Facebook oldalunkra éppen az imént. Hát azért még úgy kicsit sötétebb volt a hajszerkezete. Igen, meg volt mínusz 20 kiló körülbelül. Egyébként mielőtt feltenném a kérdésemet, amire nagyon kíváncsi vagyok, el kell áruljak egy kis kulisszatitkot így a hallgatóknak, mert ugye nagyon sokan azt hiszik, hogy beülünk a mikrofon mögé, aztán csak nyomjuk itt a hülyeséget és ennyi. Ez nem így van, ugyebár a DJ mikrofon mögött ülni nem olyan egyszerű. Tehát itt van előttem egy hatalmas nagy keverőpult, amin állítom a műsorvezető kollégák hangját, mert az sem mindegy, hogy szól. Igen, van itt két monitor, amiből az egyiken az adásprogram megy, a másik az internetes program, amin a témák, meg minden egyéb információ eljut hozzám. Mindemellett még a telefont, meg ugye, amit mondtam, a hangot keverni, a mixelni a dalokat, és még ugye természetesen interaktív beszélgetés is kell folytatni. Na most ez szellemileg az embert kicsinálja. Azért van olyan 3 órás adás, amikor így interaktívabb lesz a dolog, hogy utána egy kovászos uborkának érzem magam. Na
most a kérdésem, hogy 42 órás élőadás után mennyire csinált az ki azért? Tehát, hogy az volt, az hogy nem ugye a második nap délutánján már megkértem a hallgatókat, hogy ne kérjenek zenéket, hogy ne kelljen keresgélnem. Ugye akkor még nem volt ilyen egyszerű zene, mondom, CD-ről játszottam, tehát közben azért jöttek az SMS-ek, amire reagálni kellett, közben a telefon folyamatosan csörgött, amit fölvettek a kollégák, de általában bekapcsolták, hogy még inkább pörögjön a műsor. És én azt gondolom, hogy igen, hát ez egy komoly szellemi kihívás volt. Senki nem gondolta volna, én biztos nem, hogy egy ekkora feladat lesz ez, mert az ember azt hitte, hogy tényleg úgy kirázza, mint a 4 órát, vagy az 5 órát, vagy a 6 órát, ami a leghosszabb műsor vezető is stáb volt annak idején. Nagyon-nagyon kemény volt. Szóval mondom, a második nap délutánjától, tehát az utolsó 10 órában már kívánság nem volt, én válogattam a zenéket. Viszont ez arra nagyon jó volt, hogy olyan zenék szóltak folyamatosan, amik se előtte, se utána szerintem nem voltak hallhatóak nosztalgia zenei műsorokban sem. Példának okáért? Például ugye nekünk van egy bizonyos adatbázisunk, zenei adatbázisunk, ami föl van telepítve az adásvezérlő gépre, és abból gazdálkodunk, ami bőven elég ahhoz, hogy egy napi műsor, de egy ilyen extra kihegyezett műsorban ugye nem lehet folyton azt játszani. Így van. Az Omegának például van körülbelül 500 vagy még ennél is több zenei felvétel, ebből 50 van nekünk a gépen. Na most én a másik 450-ből válogattam, de ugyanezt el lehetett a Beatles-re. Saját gyűjteményből? Saját gyűjtemény, igen, van most már. Hát annak idején én az LP-ket, ugye, mert akkor igen. volt a hírhordozó, az anyag adathordozó egyedül, meg a kislemezeket gyűjtöttem, mindegyikből ilyen 300-350 darab összegyűlt, és akkor szép lassan lehetett átállni, jöttek a kazetták. Akkor lehetett kapni gyárilag készített műsoros kazettákat, amiket szintén gyűjtöttem, abból is összejött ilyen 200 körüli, és utána jöttek a CD-k. És az már ugye egy megállíthatatlan folyamat volt, különös tekintettel akkorra már, amikor ezeket a CD-ket nem csak venni lehetett, hogy úgy mondjam, házilag voltak olyan programok, amivel hát le is lehetett tölteni, és innentől kezdve kimeríthetetlen volt a zenei kínálat, de az egy marha nehéz feladat volt, nem hoztam most ugyan be, hogy megcsinálni azt a leltárt, hogy a melyik lemezen hol található az adott szám, amit szeretnék játszani. Főleg LP-n. Hogyne, de a CD-kén is ugyanez volt, ugye, mert kellett egy regisztert vezetni, és akkor úgy találtam ki, hogy csináltam egy, mint a pincéreknél van egy étlap, nekem volt ilyen 5-600 számból egy étlapom, és akkor oda volt írva előadó, meg a számcíme, meg hogy hol találom meg. Uh-huh. És akkor így nagyon, nagyon egyszerű volt a dolog. Én soha nem felejtem el, amikor én először kívánságműsort hallottam a Fortuna rádióban, Fekete Gábor csinálta, megint csak CD-ről, és le voltam döbbenve, hogy jött a telefon, talán még SMS-re írt akkor, tehát jött a telefon, Gábor 2 perc múlva már játszotta azt a zenét. Aztán, amikor az ember elkezdett egy kicsit komolyabban foglalkozni a műsorkészítéssel, rádiózással, akkor kitalálta, vagy rájött, hogy hogyan is lehet ezt csinálni. És nem gondolod azt, hogy meg kéne ismételni? Egy nem gondolom. ez gyors volt. Utána néztem, és azt gondolom, hogy azóta sem született, és azt mondták, a Guinness Rekord kísérletet azért nem fogadták el, mert szerte a világban rengeteg ilyen jellegű kísérlet van, nincs energiájuk, ideig ezt hitelesíteni, ellenőrizni, úgyhogy ott nem foglalkoztak vele, de én úgy tudom, hogy Magyarországon még mindig ez a bizonyos kategóriában, tehát az, hogy műsorvezetés, technikakezelés, telefon, SMS vonalkezelés, élő beszélgetések bonyolítása, tehát ilyen ebben a műfajban ennél hosszabb még nem történt. Így van, hát ez van, hogyha valaki rabja a munkájának, és hát természetesen ez nem napság volt, ez marha nagy élvezet. Igen, egyébként az, tehát hogy én mondjuk csak 24 órás adásokban ültem be még az előző rádióban, ahol voltam, bár mindig csak délig, éjféltől éjfélig ment az adás, én mindig csak délig emlékeztem rá, mert ilyen 4-5 órát voltam benne a stúdióban, utána meg mellette ott piáltunk, és onnantól nekem függöny. Mindazonáltal tényleg ez egy hatalmas dolog, és egy hatalmas élmény, ami így az embert örökké elkíséri. Most is kapjuk az SMS-eket végig, hogy emlékeznek erre a napra, és hogy mekkora jó volt már, meg minden egyéb. A hallgatók az egy külön kategória volt, óriási segítség volt. Eleve már az, ugye, hogy 42 órán keresztül folyamatosan biztosítani, hogy 4 órás váltásukkal két-két ember ott üljön a stúdióba, és ellenőrizze, hogy az történik, aminek történnie kell a megadott játékszabályok szerint.
és volt jelentkező, úgy kellett a végén már visszautasítani, hogy ne haragudj, de betelt a program. Azért kell ma 80 órát élőben műsort vezetni, hogy neki sorra kerüljön. Aztán az, hogy elég vacak idő volt odakűnni, és mégis rengetegen voltak. Én emlékszem rá, amikor a rekordot bejelentette a Sebestyén István a zsiráf, akkor kín a Sajnovics Laciék a bogrács mellett, ahol főzték egész nap a kaját, meg szolgálták ki a rádióhallgatókat, meg az érdeklődőket. Akkor a tűzijátékot csinált, hogy ihaj, teljesen meg voltam hatódva. Talán megvan még valahol, elraktam azt a képet, hogy eléggé fáradt voltam már. Tátott szájjal, mint a kuka gyerek, úgy bámultam, aki életében először látott tűzijátékot, de óriási élmény volt. És mondom, különösen utána, hogy nagyon komoly utóélete volt. Tehát itt a táblán, ha nézitek, tényleg nem volt olyan sajtóorgánum, ahol valamilyen formában ne foglalkoztak volna vele, és így nem csak magam, hanem a rádió jó hírét is reményeim szerint. Ebben 100%-ig biztos vagyok. Hallgassunk egy kis zenét, aztán folytatjuk a beszélgetést. De egyébként az biztos, hogy nem kellett este akkor elringatni. Tehát az... De mondom, simán hazamentünk, éjfél után olyan 2 óra felé értem haza, én reggel 8 órakor már bent voltam a rádióba, és az csináltam igen. A... Én azt hittem, mert ugye én akkor még nem voltam itt, sőt, hát én még hol voltam. Jaj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 
tehát hogy én azt hinném, vagy hát én azt hittem, hogy tudod, hogy megcsinálod, és egy hétig alszol. Tehát, hogy mint ahogy mondtam, hogy engem, tehát, hogy azért az ember teszelemileg elég rendesen. Fölfokozott állapot is mondtam, hogy vasárnap reggel, amikor volt pont, utána már bármit meg lehetett volna velem csináltatni. Talán még egy kilométert futottam is volna. Ó, az igaz, várjál, jön az atomfutás. Ne, hogy a végén így 13 évre rászabadon fogjunk. Kérdezted az előbb, hogy még tovább menni, vagy újabb rekordot. Hát ezt most már egészségügyi okokból sem engedélyezni az orvos, úgyhogy sajnos sem. Az atomfutással is ugyanígy vagyok. Meg nem is kell. Meg a lustaság. Így van. Most már ráérsz, tudod, ezt nagyanyának szoktam mondani, nyugdíjas vagy, ráérsz. Na most haladunk tovább. Itt van Hevesi Tamástól ezt Egy életen át kell játszani című dal, ami úgy illusztrisan szóljon. Aztán egy igazi nagy sláger Illéstől, az Ókisleány, de nem a Gyurina Illéstől, hanem a zenekartól. Aztán jön Broilertől a Vájda. Pedig az Illéstől is meghallgatnám. Azt nem szeretnéd egyébként. A rekordkísérlet lenne rávenni, hogy elénekelje. Aztán jövünk vissza, mi is nem sokára, maradjanak velünk.